lépésről lépésre egyre feljebb. Talán nem gyorsan, de így jutok, ha mindent, ami eddig volt, magam mögött hagyok. Viszlát múlt, már utánad sem nézek. Viszlát múlt, csak integetek neked. Viszlát múlt, elég volt belőled. Viszlát múlt, én élek. Szabó Balázs előadását figyelj, a lendület, a jókedv, a vidámság, a tánc és a megható pillanatok egyaránt jól jellemzik. Legyen tánc! Zeneiségét a pop, a funky és a gospel ötvözete adja. Na most itt némi magyarázatra van szorul a dolog, hogy a pop, a funky és a gospel, ez hogyan ötvöződik? Igazából jól. Hát sejtettem, hogy valami ilyen egyszerű. Hát nézd, én alapjában véve könnyű zenét játszom. Jó. Most az, hogy tehát a gospel itt elsősorban a témáját érinti. Ugye látod, hogy én nem annyira a brooklyni bőrszín. Hát igen, most, hogy mondod, tényleg fehér vagy. Úgyhogy nálam ez főleg a daloknak a témáját érinti, és a témájára vonatkozik. Az alapvető motivációmat nekem az Úristenbe vetett hitem adja. Ettől függetlenül, hát végül is ő hatja át a dalaimat, de írtam azért én már dalokat a feleségemnek is. Saját korlátaim között élek bezártan, te kihívtál a szabadságra. Bár gyarló vagyok, esekkelek, te mégis felém nyújtott kezed, és felsegítesz. A keresztre felnézek, és térdre késztet, hogy földig hajoltál hozzám, és tisztán látom már, hogy ember vagyok, akinek megalkottál. Ember vagyok, amilyen te is voltál. Ember vagyok, akit megváltottál. Ember vagyok, és a tiéd vagyok már. Az új dal az Ember címet kapta, ilyen egyszerűen. Hát nézd, az az igazság, hogy én egy ilyen csetlőbotló fickó vagyok, és azt vettem észre, most nagy bölcsesség következik, jó, hát hogy figyelek. Rossz döntéseimnek rossz következményei vannak, a jó döntéseimnek jó következményei, bármilyen furcsa. És konklúzió? Hogy hát, hogy jó döntéseket kéne hozni számomra, ez a konklúzió. Na jó, de... igen. Bocs, hogy beleszóltam, várom a végkifejletet. Igazából annyi van, hogy én azért küzdök a saját gyengeségeimmel, és nagyon igyekszem lelkiismeretesen tenni a dolgomat, megélni az életemet. Ez néha egy kicsit ilyen görcsös akarásba hajlamos átcsapni, hogy jaj, ne bántsak meg senkit, jaj, viselkedjek jól, legyek jó, tartsam be sebességkorlátozás, meg nem tudom, mindenféle dolgot. Na várj, ebből melyik megy? Most csak a küzdelemről beszélek. Most csak azért... azt sorolom, hogy mi mindennek küzdök. Ja, persze, várját. Azért küzdelem, mert ha sikerülne, akkor nem lenne küzdelem. Viccen kívül, tehát én arra lettem figyelmes, hogy a Biblia tele van ugyanolyan egyszerű emberek történeteivel, mint amilyen én is vagyok. És amit mondtam, ők is jó döntés, rossz döntés, csetlik, botlik, föl kell, újra pofára esik, és egyszerűen egy ilyen hullámvasúton ülünk, mint maga az élet végül is. Hát ez van benne a Szentírásban is. És ez a több ilyen történet ihlette ezt a dalt, és ez egyszerűen csak arról szól, hogy a gyengeségeim ellenére a Teremtő Istennek a szeretete az teljesen töretlen és ugyanolyan erőteljes, mint volt a teremtéskor is. Én ember vagyok, akinek megalkottál. Ember vagyok, amilyen te is voltál. Ember vagyok, akit megváltottál. Ember vagyok, és a tiéd vagyok már. Én az az ember vagyok, akinek megalkottál. Ember vagyok, amilyen te is voltál. Én az az ember vagyok, akit megváltottál. Ember vagyok, és a tiéd vagyok már. Az én életem az egyébként oda jutott, hogy a középiskolás éveimet azt gyakorlatilag ilyen delirált állapotban töltöttem, tehát 90-es évek közepe, különböző könnyű drogokkal pumpáltam magamat egy jó 4,5 éven keresztül, fogalmam nincs, hogy érettségiztem le például, komolyan mondom. Az egyik osztálytalálkozón mutattak, vagy jártunk valami épület részben, amiről én esküdtem volna, például, hogy soha nem is létezett, de mutattak képeket, hogy mi ott tanultunk. Tehát, hogy vicces, meg persze, de amúgy nem. Úgyhogy ez volt, és 2001 nyarán jutottam én
oda, hogy hát 20 évesen mondhatni felnőtt fejjel, vagy hát papíron felnőtt fejjel. Én azt mondtam az Istennek egy nyár éjszakán, amikor apujék kertjének a végében álltam, hogy ha tényleg létezel, és tényleg igaz az, amiről a Biblia szól, meg amiről apukám olyan nagyon sokszor beszélt, és hogyha ez az Isten tényleg szeret engem a hibáim meg a bűneim ellenére is, ha létezel, akkor gyere az életembe és csinálj velem valamit. Én nekem az voltam éppont, én akkor jutottam el oda, hogy úgy köszönöm, mindenből elég volt. Tehát, hogy nem láttam azt, hogy hova fog vezetni 20 évesen ez az egész életnek nevezett folyamat. És mit ad Isten? Az én imádságom az tényleg ennyi volt, hogy segíts. és az Isten megsegített, eltelt újabb 20 év, most itt lehetek. Kegyelemnek élem meg, hogy arról a szeretetről dalolhatok itt, megbeszélhetek, ami szerintem képes emberi életeket átformálni, én legalábbis így élem meg napi szinten. Veled minden más, ilyen nem volt soha még. Ha 100 életem volna, 100-at neked adnék. Minden más, az élet értelmet nyert. Más 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.